Évtizedek óta fogadhatnak el kenőpénzt azoktól a gazdagabb szülőktől, akik a rosszul sikerült felvételi ellenére is a budapesti Eötvös József gimnáziumba szeretnék járatni gyereküket. Ez derül ki a Metropol által nyilvánosságra hozott hangfelvétel újabb részleteiből. Az igazgató elmenekült a sajtó kérdései elől, a BRFK már nyomoz az ügybe. 2 nap alatt a kért összeget teljesített. Én azt kérdezem, hogy a 500 000 forint volt kevés? 500 000 forintnyi vesztegetési pénz kell ahhoz, hogy azok a diákok is felvételt nyerjenek az Eötvös József gimnáziumba, akiknek nem sikerült az írásbeli felvételi vizsgájuk. Ez derült ki a Metropol által szertán nyilvánosságra hozott hangfelvételből. Én elviszlek az igazgatóhoz, és ő el fogja neked ugyanígy mondani, majd ezt el fogja mondani neked holnap 4:11-kor. Tehát azon, hogy őt fölveszi vagy nem veszi, ezen túl vagyunk. A lap szerint a korrupt beiskoláztatást az igazgató Mos László és az iskolához tartozó Reáltanoda Alapítvány kuratóriumi elnöke Kálmán Gábor működteti. Ők tartanak fenn ugyanis szabad intézményi helyeket a pénzes szülők gyerekei számára. Van nálam, meg tudjuk toldani, ezzel nekünk semmi problémánk nincs. Örömömre szolgál, csak... hogy van nálam. A legelején elmondtam, hogy akármi történik, a gyereket fel fogják venni. A Metropol arról is írt, a hangfelvételen hallható apa ki is fizette a megbeszélt összeget, amely azonban hamar elfogyott, mégpedig az igazgató lányának lakás felújítására. A Mos Laci ugye a lánya felújítása történt, a lakás, amikor beszéltünk, igen. 2 nap alatt a kért összeget teljesített. Én azt kérdezem, hogy a 500 000 forint volt kevés? Nem. Van nálam, meg tudjuk toldani, ezzel nekünk semmi problémánk nincs. Örömömre szolgál, csak... hogy van nálam. A legelején elmondtam, hogy akármi történik, a gyereket fel fogják venni. Ezt megbeszéltem a mostal előtte, mielőtt veled, neked ezt mondtam. A hangfelvétel újabb, csütörtöki részletéből most az derült ki, nem egyszeri esetről van szó. Már évtizedek óta fogadnak el kenőpénzt azoktól a módosabb szülőktől, akik a rosszul sikerült felvételi ellenére is az Eötvösbe szeretnék járatni csemetéjüket. Én kezdtem el kialakítani. Most 40 éves, tehát 28 éve legyen. 12 éves volt. Akkor is 500 000 forint volt ez a küszöb megugrása, mondjuk nem 28, hanem 26, mert tehát 26 évvel ezelőtt kezdtem ezt csinálni, most is ugyanennyi, ez egy jelkép. A felvételen az alapítvány vezetője végig azzal nyugtatgatja az apukát, hogy ez már nem az első olyan alkalom, hogy Mos László igazgató a saját hatáskörében vesz fel szóbeli nélkül több olyan gyermeket, aki korábban elbukta a felvételijét. A balliberális sajtó viszont hallgat a történtekről. A Népszava is csupán arról írt, a kormánypárti média lejárató kampányt indított az Eötvös József gimnázium ellen. Majd arra emlékeztetnek, az intézmény hónapok óta élen jár a tanártüntetések szervezésében. Nem nyilatkozom, ne haragudjanak. Tényleg 500 000 forintért lehet ide jelentkezni? Ne haragudjanak, nem nyilatkozom. A MediaWorks-nek sikerült megszólaltatni a Mos László igazgatót, aki azonban nem volt hajlandó érdemben kommentálni az ügyet. Sőt, a stábot arra is felszólította, hogy ne kísérjék, ne kérdezzék. Kik vannak a hangfelvételen? Mos László arra sem válaszolt, lemond a tisztségéről. Az M1 kérdésére a budapesti rendőrfőkapitányság azt közölte, vesztegetés büntet gyanúja miatt rendelt el nyomozást, amelynek keretében vizsgálja a sajtóban közzétett hangfelvétel tartalmát.